Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás szeptember 8-áig, hétfő. A hétfői napon a hold uralkodik, és itt látható a hold szimbóluma. Megnézzük, hogy mi történik ezen a napon. Ha te egy férfi vagy, akkor te állsz a középpontba, odafigyelsz bizonyos dolgokra, te irányítod az eseményeket. Ha te egy hölgy vagy, akkor vagy gondolsz rá, vagy megjelenik ez a férfi az életedben. A keddi napon új hold van, ami azt jelenti, hogy jó, ha visszahúzódunk, ha meditálunk valami felett, ezúttal a mi saját énünkről van szó. Milyen legyen a fellépésünk, mit szeretnénk a nyilvánosságra hozni. A keddi napon Mars bolygó uralkodik. Itt a csillagok láthatóak, hiszen ezen a képen a csillagkép, ez a szimbólum. Itt van ugyanez a kislány, a kártyán utalhat a gyermekekre, vagy utalhat egy új kezdetre is, de amit a csillag itt jelent, az a szerencse, a bizalom, hogy minden úgy lesz, ahogy ez a csillagokban meg van írva. A szerdai napon Merkur bolygó uralkodik, és itt látható Merkur bolygó szimbóluma. Milyen érdekes, újra a kislány jelenik meg, de ezúttal nem a csillagokat mutatja, hanem a luftpalmot, illetve ez a kártya tényleg a gyermekeket jelenti, és ez utalhat a gyermekekre, utalhat a fiatalos kisugárzásra, az ártatlanságra, vagy egy új kezdetre. A csütörtöki napon Jupiter bolygó uralkodik, itt van a szimbóluma. Csütörtökön lesz egy Lilith energia, ami aktiválja nálunk az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket, de ezen a napon úgy érezzük, hogy ez olyan távoli, olyan elérhetetlen. Az is lehet, hogy valaki azt közli velünk, ne álmodozz annyira, ebből úgy sem lesz semmi. Megnézzük, hogy mi történik csütörtökön. A kulcs, az a mi kezünkben van, hiszen mi tudjuk itt irányítani a dolgokat, különösen, ha erről a Lilith energiáról van szó. Vagy nem hiszünk benne, és lezárjuk ezeket az álmokat, vagy úgy gondoljuk, igen, ebből lesz valami. Akkor szimbolikusan ezzel a kulccsal ki tudunk nyitni egy ajtót, egy lehetőséget, és a kulcs az erősíti az önbizalmunkat, és legyen meg ez a híd. Igen, itt kinyílik egy lehetőség. A pénteki napon Vénusz bolygó uralkodik, itt látható a szimbóluma. Itt ez a kasza elvág valamit. Az lehet, hogy lezárul egy kapcsolat, vagy felmondasz. De a kasza jelenthet egy meglepetést is, egy olyan eseményt, amire nem számítottál, ami olyan hirtelen jön. A szombati napon Szaturnusz bolygó uralkodik. Itt a könyvek utalnak tudásra, tanulásra, továbbképzésre, de lehet az ő zárkózottsága is.
Lehet, hogy a kasza elvágja a zárkózottságát, lezárja ezt a helyzetet, és másképp közeledik hozzád, nyitottabb lesz, és ezzel a kulccsal akkor kinyílnak a lehetőségek. Itt középen a nap szimbóluma van, és a nap uralkodik vasárnap felett. Itt lesz mozgás, előre mennek az események, irányíthatod a dolgokat. Az is lehet, hogy valaki közeledik hozzád, mert meglátogat téged. Ez a mozgás minden lehet, ami mozog. Sport, autó, változások, találkozások, kirándulás. Tehát lesz mozgás a hétvégén. És ez volt a heti jóslás. Kívánok egy szép hetet, nagyon sok szeretettel, Dendera!